Hetedik alkalommal szervezték meg a hétvégén az Esztári Lecsó Fesztivált. A rendezvényre idén is beneveztek Bihar megyei csapatok. A zsűrinek legjobban ízlő lecsót a Szatmár megyei Szalacs csapata készítette, de a Bihar megyei Pap Tamásiaknak is sikerült lenyűgözniük a zsűrit. Másfél tonnás üst előtt tartották az Esztári Lecsó Fesztivál hivatalos nyitó ünnepségét. Ez Magyarország egyik legjelentősebb vidéki gasztronómiai rendezvénye, amelyre évek óta visszajárnak a Bihar megyeiek is. Egy olyan esemény bővül, tágul évről évre, melyben immár, hát mint látható a plakátokon is már hivatalos partnerei vagyunk a Bihar megyei tanács és községeink. Mi örülünk ennek, örülünk annak, hogy több ilyen típusú kulturális rendezvény által kapcsoljuk össze a határ két oldalát, a településeinket, lakosainkat, és ünnepelni közösen mindig jó. A lecsó főzőversenybe több csapat is benevezett. A bihariak között volt egy katalán származású is, aki úgy került be a csapatba, hogy annyira megszerette Bihar megyét, hogy most már itt él. A csapatok egyébként különböző lecsófajtákat készítettek a fesztiválon. A zsűrinek korán sem volt könnyű dolga, hiszen 49 lecsófajtát kellett véleményeznie. A fesztiválra látogatóknak egyébként feledhetetlen gasztronómiai élményben volt részük. Nagyon-nagyon sok látogató, nagyon sok csapat jön el határon innen és határon túlról, és valahol mi ezt akartuk, hogy kapjanak egy gasztroélményt, meg kapjanak egy kulturális élményt, olyat, amit máshol nem kapnak. Tesszük mi ezt, itt 1450-en, ennyien élünk a településen. A település ilyenkor szinte megmozdul egyként. A lecsó rekordot is magáénak tudó Esztáron idén is nekiálltak megfőzni a másfél tonnányi kolbászos rizses lecsót. A giga lecsóba egy tonna paprikát és három mázsa hagymát vágtak fel Esztáron. A hatalmas mennyiségű ételből mintegy 7000-en falatoztak.